A vizületeinkre sokféleképpen vigyázhatunk, és kell is vigyáznunk, nem csak a megfelelő táplálkozással, alapanyagok bevitelével, de akár még a gyógynövények is segíthetnek, erről már sokat beszéltünk, de nem eleget. Az ízületek a testben rendkívül fontos szerepet képviselnek, hiszen a csontok találkozásánál a mozgás biztonságáért felelnek. Az ember testvázát 206 csont alkotja, melynek végződésénél találhatóak a porcok, amelyek szabad mozgását az ízületi folyadék teszi lehetővé. Hogyan viselkedik a testünk évszakváltás során? A hideg és nedves őszi időben gyakran érezzük azt, hogy szüksége van az ízületeinknek egy kis olajozásra. Olyan ez, mint amikor munka után hazamegyünk, és csak arra vágyunk, hogy egy forró fürdőbe befeküdjünk. Őszi és téli időszakban érzékenyebbek az izmaink, illetve ízületeink. Érdemes odafigyelni arra, hogy ne fázzunk meg, illetve hogy elkerüljük azt, hogy felerősödjenek az ízületi fájdalmaink. A testrészek hajlataiban találhatóak a főbb ízületek bokában, térdben, csípőben, vában és könyökben. Ezeken a helyeken a csontok és a porcok és az ízületek együttes működése, ha megbomlik, akkor tapasztalható a fájdalom. Illetve próbáljuk meg beépíteni étrendünkbe azt a szokást, hogy repceolajjal, illetve olívaolajjal főzzünk, és ne szorítsuk hátrányba az egészséges szénhidrátokat, valamint a fehér húsokat. Illetve fogyasszunk rengeteg folyadékot, itt gondolok például a szénsavmentes vízre, illetve a rostokban gazdag folyadékokra. Az ízületi gyulladás és a porckopás mindenképpen porcerősítést igényelnek, amit például egy kollagén tartalmú étel bevitelével is megtehetünk, de még jobb eredményt adhat egy erre speciálisan kialakított étrend kiegészítő, amely a kollagén mellett gyógynövénykivonatokat és C-vitamint is tartalmaz. Rengeteg olyan gyógynövény van, aminek a hatásáról már évezredek óta tudunk, hogy jótékony hatással van a szervezetünkre. Ilyen például az Ázsiában és Mongóliában őshonos növény is, kínai nevén a sárga vezér. Kínai gyógyászatban ennek a növénynek tulajdonítanak a legnagyobb jelentőséget, antioxidáns és gyulladás csökkentő hatása révén a mozgás szervrendszerre is jótékony hatással lehet, illetve hozzájárul a fizikai jóléthez is. Rengeteg nemzetközi jelentőségű kutatás, illetve program van, például egy humán megfigyelési program, amely 30 térdízületi gyulladásos beteg bevonásával zajlott. Ők 8 héten keresztül 1000 mg tömjénfa kivonatot kaptak minden nap, és bizonyítottan csökkent a fájdalmuk, illetve a gyulladás is megszűnt. Ugyancsak nagy múltja, illetve jövője van a szalixalba gyógynövénynek, amely csökkenti az izomfájdalmat és a szövetgyulladást. Az ízületi bántalmak enyhítésére ismert házi praktika a hidegvizes borogatás, valamint az árnika vagy fekete nadájtő kenőccsel történő kezelés, de nem csak külsőleg, hanem belsőleg is segíthetünk a természetes összetevőkkel. A gyógynövények egészségre gyakorolt pozitív hatása már évezredek óta ismert, a folyamatos kutatásoknak köszönhetően pedig egyre specifikusabban használhatóak. Ezeket a különleges hatóanyagokat hogyan tudjuk bevinni a szervezetünkbe? Hétköznapi étrendünkben nagyon nehéz beépíteni ezeket a hatóanyagokat, minden esetben próbáljunk meg porcerősítőket, illetve ízületvédő étrendkiegészítőt szedni. Ezeket pedig megbízható webshopokból szerezzük be, vagy nagyobb drogéria láncokból.